2007 óta idén rendezték meg ismét a mérnöki informatikus szakestet. A helyszínt a Neviki büfé biztosította. A szervezők elmondása szerint az előkészületek körülbelül egy-másfél hónapot vettek igénybe, de már az előző tavaszi fél évben elkezdődtek a megbeszélések, hogy milyen programokat szeretnének megvalósítani a rég megrendezett eseményen. A szakest programja többrétű. A rendezvény a hagyományosnak mondható köszöntő beszédekkel kezdődött, ezt követte az első savatás, ahol a gólyák fél lábon, jelképezve ezzel a még kezdeti pályafutásukat az egyetemen, esküdtettek szakuk elkötelezettsége iránt. Ezután átadták a legnépszerűbb tanárnak járó díjat, amelyet idén dr. Süle Zoltán kapott meg. A legutóbbi szakest 2007-ben volt, ehhez képest több változás történt. Idén az ajándéktárgyak számítottak újdonságnak, ugyanis korsók helyett a belépők mellé mindenki egy-egy boros poharat kapott emlékül. A szakestnek a levegőbe engedett repülős lámpásokkal szeretnének egyfajta jellegzetességet adni a szervezők. Kifejezetten izgalmas feladatnak tartottam ezt a szakestnek, ennek a szakestnek a megszervezését, mert 2007-ben volt utoljára szakestünk, és a legtöbb hallgató, aki itt van az egyetemen, még nem volt mérnök informatikus szakesten, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképpen nagyot kell szólnia ennek a szakesnek, és igyekeztünk ehhez mérten szervezni a programokat, és az egész rendezvénynek a lebonyolítását, hogy tudatosuljon a hallgatókban az, hogy erre legyen igényük jövőre is, és terjedjen el, hogy igen, a mérnök informatika szakest az jó, és erre érdemes eljönni. A rendezvényen kifejezetten sok tanár és hallgató jelent meg. A szervezők a későbbiekben nagyobb helyszínt választanak majd a szakest helyszínéül, hogy még kényelmesebben elférjenek a szórakozni vágyó vendégek. Ismét kellemes kikapcsolódás.